Új követelésekkel fordultak a gazdák a szerb kormányfőhöz. Mirko Cvetkovics-tól a termelők azt kérik, hogy a földalapú támogatásokra vonatkozó igényléseket június 10-től lehessen átadni, a szubvenciókat pedig egy hónapon belül folyósítsa is a mezőgazdasági minisztérium. A gazdák még azt is követelik, hogy a kormány oldja fel a búza kivitelének tilalmát. A magyar-kanizsai község termelői ma délelőtt feloldották a blokkádot a község útvonalain. A Belgrádból érkező hírek alapján úgy ítélték meg, hogy a tárgyalások jó ütemben haladnak, és van remény arra, hogy követeléseik teljesüljenek. A további tárgyalások eredményétől függ, visszaállítják-e az útlezárást, vagy forgalomlassítással folytatják a tiltakozást. Óbecsénél szigorítottak a gazdák az útzárlaton. Miután csak szóbeli kormányrendeletről tudnak a tiltakozók, ezért a városból kivezető minden utat eltorlaszolták, és csak a sürgős eseteket engedik át. Tegnapig az Óbecse környéki földes utak még járhatóak voltak, ma már ezeket is traktorokkal zárták le. Az utakon felsorakozott járműveket óránként engedik át a tüntető gazdák. Szabadkán a zárlat majdnem teljes, már a kelebiai határátkelő felől sem lehet megközelíteni Szabadkát. A traktorokkal itt is lezárták az utat. A rendőrség a személygépkocsikat a földutakra tereli, a teherforgalmat pedig időnként átengedik a tiltakozó gazdák.